a projektot távirányítója. Üdvözlök mindenkit, nagyon örülök, hogy ennyien eljöttetek erre az eseményre. Engem Margaritisz Oresztésznek hívnak, és az EPAM-tól jöttem. Ott egyébként Chief Software Engineer-ként dolgozom. Az említett előadásban egyébként arról szeretnék beszélni, hogy hogyan lehetünk produktívak csapatban, vagy az egyéni munkák során, hogyan lehetünk agilisak. És mindezt hogyan tehetjük meg, méghozzá modern járás technológiákkal. Na most megmondom őszintén, az elején egy kicsit bajba voltam, mert ugye úgy gondolom, hogy manapság azért már az agilitás az eléggé elhaladt a mindenféle szoftverfejlesztési tevékenységtől. Jó például az, amit itt olvastam, ugye karrierépítés agilisán, tehát most már mindent lehet agilisán csinálni, próbáljuk meg újra fejleszteni jobban, hogy erről lesz szó ma. De pontosan ezért úgy gondolom, hogy első lépésként, hogyha működik, akkor először beszélgessünk egy kicsit arról, hogy mit jelent ez az agilitás, és én mit értek rajta, hogy hogyan lehetünk agilisek. Az elején kezdjük egy kis játékkal, jó? Tegye fel kérlek az a kezét, aki felismeri ezt a képet itt, amit láttok a projektoron. Jó, akkor egy kicsit többet beszélnék erről, ugyanis maga ez a kép, az Agile Manifestót tartalmazó weboldalnak a háttérképe. Nem tudom, ki tudja esetleg azt, hogy mi az, mit jelent az Agile Manifestó, és ez miről szól? Jó, egy pára vannak, nagyszerű. Jó, tehát anélkül, hogy nagyon belemennék, és van itt egy elég száraz szöveg, ezt nem szeretném felmondani, se széttaglani, semmi ilyesmi, egyszerűsítsük be a dolgot. Hát úgy gondolom, hogy ezek az úriemberek akkoriban nagyjából három különböző problémára próbáltak meg megoldásokat találni. Az egyik ilyen égető probléma, ez a nagyon szörnyű spagetti kód volt, amit nagyon sokat fejlesztettek, és nagyon kezelhetetlen lett egy idő után, és rengeteg problémát okozott, ugye megpróbálták ezt kidobni, újraírni, újra feldolgozni, szétfaktos, de semmi nem működött nagyon egyszerűen. A másik pedig, ami igencsak szembeütő, gondolom azért még a modern munkakörnyezetekben, ezek a nagyon rossz menedzsment praktikák voltak, ugye, amik nagyjából más iparágokból jöttek, de nem nagyon voltak, tehát nem nagyon voltak beilleszthetőek ebben az ilyen modern szoftveres környezetben. Tehát ez egy sokkal dinamikusabb, rugalmasabb, sokkal gyorsan változó környezet volt, és ez a nagyon tradicionális menedzsmentnek nem tudta lekövetni. És a harmadik probléma, ami úgy gondolom, hogy manapság talán triviálisnak tűnhet, az, hogy ezek az emberek akkoriban, akik az egész mozgalmat elindították, sokkal lassabb erőforrásokra rendelkeztek. Tehát ők nekik az összes mai problémát sokkal lassabb számítógépeken kellett megoldani. Jó. Mondanék erre két nagyon egyszerű példát. Az első példa, ez a könyv, maga a cím is azt mutatja, hogy Agile Software Development, tehát már közelebb kerültünk szoftverfejlesztéshez agilisan. Ez a könyv egyébként a Clean Code-nak volt, nem tudom ki ismeri ezt a könyvet, a Clean Code, egy pár szuper. Szóval ez a könyv a Clean Code-nak volt egy ügynök ilyen előfutára, ebben írta le a szerző, aki egyébként ugyanúgy társszerző volt az Agile Manifestónak, azokat a fogalmakat, hogy mik ezek a Solid principles például, amiket nagyon szeretünk itt előkor mondjuk így megkérdezni. És egyébként maga a Clean Code is ugye az EPAM-nál egy nagy batchben tartott úgymond könyv, tehát nincs olyan hely, ahol ne lehetne a Clean Code-ról beszélgetni, ha az EPAM-ba látogatok. A másik kettő problémára egyébként egy másik hasonlóan érdekes könyv, ez az Extreme Programming Display. Nem biztos, hogy egyértelmű sok mindenkinek, de például az első kiadásában ebben a könyvnek olyan egyértelmű dolgokról beszéltek, hogy milyen hatékony mondjuk a 40 órás munkahét. Tehát, hogy ennyire hatékonyan dolgozik egy fejlesztő, csak 40 órát kell dolgozni egy héten. Mondjuk például arra, hogy milyen rossz menedzsment stratégiák voltak akkor arra, hogy belezegenek egy ilyen szoftverprojektet mondjuk. aminek a nagy része sajnos kívánság végződött, ugye. Arra, hogy hogyan alkalmazták például az Extreme Programming praktikákat arra, hogy ezt az ilyen lassú számítást úgymond kieszközöljék, vagy kikerüljék, és beilleszték a saját folyamataikba, és felgyorsítsák. Arról majd lesz egy részletesebb példa. Jó, tehát ne kell, hogy valljam azt, hogy én magam sem olvastam el az Agile Manifestót, tehát ugye azért ez már nagyon-nagyon régóta itt közkincsen van, egészen körülbelül 2 évvel ezelőttig, de amikor ezt megtettem, és amikor egyszer most már tényleg végig olvastam az összes ilyen mondatot, benne furcsa módon ez nagyon ismerősnek tűnt számomra, nagyon-nagyon ilyen hasonlónak, úgymond majdnem ilyen triviálisnak, és egy ideig sajnos eltartottam, amíg rájöttem ennek a miértjére. Találkoztam már ugyanúgy a társszerzőkkel korábban művek során. Nagyjából ez a két legelső könyv, amit ide a szakmai karrierem alatt így megvettem. Az egyik ugye ez a Nikotói, a másik a Terzüben Development, megint csak az Agile Manifestónak két ilyen társadalomról van szó. És az az érdekes, hogy ebben a könyvben nagyon sok, nagyon jól illusztrált példa van, nagyon sok példakód van arra, hogy ezek a kollégák hogyan oldanak meg bizonyos fejlesztési feladatokat. És plusz ezáltal, hogyha valaki ezt esetleg ezt a sok idomát végigolvassa, egy ilyen betekintést nyertünk abba, hogy ezek az emberek hogyan gondolkodtak. És úgy gondolom, hogy ez egy kicsit fontosabb, mint az, hogy mit tartalmaz az Agile Manifestó, ilyen problémákra próbálnak megoldani a megoldásokat, úgyhogy ezen a vonalon indulni kell a továbbiakban. És úgy gondolom, hogy sokkal fontosabb arról beszélnünk, ahelyett, hogy arról beszélünk, hogy hogyan legyünk agilisak, miért agilis a csapatunk, miért agilisak a folyamatok, miért agilis maga a szervezet. Sokkal fontosabb arról beszélünk, hogy hogyan gondolkodjunk agilisan. Hogyan oldjuk meg ezeket a fejlesztői problémákat agilisan. Hát szerintem az azért fontosabb, mint hogy azt állítjuk meg, hogy mondjuk hogyan írjunk meg egy user story-t, mikor lesz elkezdeni egy user story-t, minek kell benne lennie, mi történjen, hogy egy retrospektív alap, mikről beszéljünk, stb. Mert valahogy ez, a dolog úgy gondolom, hogy közelebb áll ahhoz, amit egy fejlesztő nap mint nap csinál. Úgyhogy úgy gondolom, hogy megpróbálnám elmondani, hogy számomra ez mit jelent, az agilis gondolkodás, az alapján a két módszertan alapján, amit az előbb láthatom. Első nagyon fontos tényező, hogy van egy ilyen folyamatos optimalizálás. Tehát az én csapatomban például különlegesen, akkor is, hogyha a release napja mondjuk így holnap, vagy holnap utánna, és hogyha az utolsó commitot küldjük be pont a kódba, akkor is megreviewzzük, és hogyha kell változtatni rajta, akkor is refaktorálunk. Hát ez az optimalizálás, ez folyamatosan megtörténik, az első kapavágástól egészen az utolsóig. Szemben mondjuk azzal, hogy egy ilyen fázisokra bontanák ugye a fejlesztést. Van egy ilyen drasztikus egyszerűsítés. Hát így főleg ugye a mai modern munkakörnyezetekben, ahol nagyon komplex, nagyon fárasztó dolgok történnek, minden egyes folyamat adóban, sajnos muszáj egyszerűsíteni. Megint csak a refaktorálásnak gondoljunk bele abba, miután már készen vagyunk, miután funkciókat már letettük, megpróbáljuk ezt minél egyszerűbben kifejezni. Pontosan azért, hogy minél olvashatóbb legyen. Tehát, hogy csak egy sorra le tudom írni a megoldásomat, akkor biztos, hogy az egy sor az nagyon sokáig ugyanúgy benne marad a fullfázisban, hiszen egyértelműen le van írva az, hogy mit fog csinálni. Kevés egy hiba lehetőség. Kisebb iterációkban gondolkodunk. Ez egy ilyen hatalmas lépés volt, hogyha a waterfall modellre gondolunk mondjuk, ami egy ilyen fázisokból áll, és ezt megpróbáljuk összehasonlítani Terzüben Developmenttel, ahol mondjuk egy ilyen iteráció az azért így percben mérhető. Tehát így írunk egy tesztet, ami ugye elfélel, utána kijövünk egy implementációval, és már refaktorálunk. Tehát ennek percek alatt végre kell mennie. Már nincs ez az ilyen hosszabb hetekig, hónapokig tartó iterációi. Apró lépéssel. Az szerintem egy ilyen drasztikus előrelépés, hogy azt szerint, hogy én hogy érzem a mostani helyzetet, azt szerint én választom meg azt, hogy a következő lépés, amit megteszek, ez egy egészen pici lépés, például csak átnevezik egy változó, vagy esetleg, hogyha változó, több az önbizalom, akkor egy nagyobb lépés. Például, hogy szétválasztok egy metódust, szétfajt egy osztály, vagy még belekezdek valami hosszú távú refaktorálásba, és ezért csinálok egy architekturális refaktorálást. Ilyet, tehát, hogy én választom meg azt, hogy mekkora legyen a következő iterációnak a nagysága. Azáltal, hogy több tesztet adok a kódhoz, azáltal, hogy folyamatosan dolgozok a kódon, folyamatosan stabilizálom. Tehát egyre több, egyre tesztelhető kódbázisom lesz, és azok a tesztek ugye folyamatosan lefutnak, mindig van egy regresszió. És a végén ez az egész lehetőséget nincs számunkra arra, hogy ilyen kis kísérleteket hajtsunk végre. Tehát a fejlesztőnek megvan a szabadsága, hogy kipróbáljon új dolgokat. Hiszen most már nem ez az ilyen félelem a fejlesztés van, vagy félelem jelentett a fejlesztés, hogy jaj, csak holnapra készül lennie, hanem több lehetőségem nyílik arra, hogy új utat próbáljuk ki, ami nem tetszik, azt esetleg eldobjam, ami tetszik, az belementem a saját próbálás. Oké, hát akkor legyen egy ilyen gyakran technikai példa arra, például az Extreme Programming volt, hogy ez hogyan alakult át, majd nap hogyan használjuk. Amit itt látok, az egy akkoriban, ez megint csak az első kiadásból származik, ez a kép, ez akkoriban ez egy modern irodai környezet volt. Ma azért ez így hasonlít ez az open office-es környezet, ez tök jó. Ami nagyon érdekes, és amit nekem nem szoktak elni soha a kollégák, az, hogy régen a continuous integration, ezt így talál könyv. Tehát két ember minden nap leült egy asztalhoz, és minden nap a telepítési doksi alapján lebírdelte a kódot. Hogyha valami probléma volt, például nem volt érhető a telepítési dokumentáció része, vagy nem bírdelte a kód, akkor egyszerűen szóltak a kollégáknak, hogy ma nem lesz semmilyen új fejlesztés, hát nem is stabil állapotban vagyunk, innentől kezdve mindent dobhatunk el. A lényeg az, hogy újra stabilizáljuk. Tehát újra megjelöltsük azt, hogy telepíthessük. És így jött a continuous integration. Nagyon érdekes, hogy egyszer volt alkalom látni egy ilyen C++-os projektet, ahol a Make-nél, amikor lefutatták magát a kódbázist, volt egy minusz-j kapcsolat, hiszem. Nem, ők nem C++-os. De mi ezt a -4-el használtuk, de azt jelenti, hogy egyszerűen 4 magon fusson a kompály és a build folyamat, sokáig tartott. És amikor átmentem a kollégákhoz, akiké volt a kód, beírta a kolléga, hogy -24. Szóltam neki, hogy elütött el. Mondta, hogy ne. Nekik volt egy build szerverünk 24 maggal, ugye? Ők így küszöböltek ki ezt a lassú számítási folyamatot, és azért fenntartottak egy build szervert, hogy gyorsabban lekompálódjon a kódot. Jó, hát azóta sok minden változott. Mi egyébként így szoktunk stand-upolni minden nap, és az egész continuous integration így feltolódott egészen oda a jobb felső sarokba, ezekben a kis ilyen villogó lámpákban. Tehát most már több erőforrásunk van, ezt megcsinálja nekünk egy ilyen technológia háttérben, nincs csak az erőforrásunk, vagy csak a spacor. Az érdekes az, hogy az egész módszertanet alapján, amiben nem változott semmi. Tehát amióta szerintem a 90-es években ugyanazt csináljuk, csak gyorsan számítunk. Tehát ugyanúgy, hogy a build piros, akkor mindenkinek meg kell javítani. Jó, azért egy kicsit így stratégiák ezeken el szoktunk gondolkodni, de nagyjából azért így szokott történni. Tehát találtunk valamit, ami 30 éve körülbelül ugyanúgy működik. Na most, tehát úgy gondolom, hogy ezt az ábrát alapul véve akkor, ami egyébként az Extreme Programming praktikákat tartalmazza, az eredeti Extreme Programming praktikákat, kiindulhatunk ezen a módon, és ugyanezt alkalmazhatjuk, ezt az ábrát, amit itt látok, modern nyelves eszközökkel. Most mi van az ábrán? Az ábrán azt láthatjátok, hogy bizonyos extreme programming praktikák körülbelül milyen feedback idővel rendelkeznek. Tehát mondjuk egy pre-programming során másodpercek alatt feedbacket adsz a kollégádnak, hogy valami nem stimmel. Nagyon rossz irányban mész, nem így kéne ezt csinálni, ne írj kommentet, ilyesmi. Igen, a read tesztelés, ez is most már egy másodpercig tart, de az acceptance tesztelés az sokkal tovább. Tehát alapból lesz, hogyha ilyen feedback loopokban gondolkodunk, lehetőséged ad arra, például nekünk, hogy optimalizáljuk a saját munkafolyamatainkat. Tehát azért most már így majdnem triviális az, hogyha a QA környezetben eltörik egy acceptance teszt, hogy nem érdemes azt folyamatosan erőltetni, hát aki megjavul, nem érdemes ezt a problémát egy ilyen feedback loop-val optimalizálni, és ezt ilyen közelebbi környezetre hozni a magunk számára. Tehát például ki tudom dumpolni az adatbázist, és el tudom indítani a Dockerrel ugyanazt, és mondjuk unit level ugyanúgy el tudom félelni egy tesztet, akkor alapból optimalizáltam ugye a feedback loop-omat, gyorsabb feedbacket fogok kapni, tehát produktívabb leszek. Oké, tehát ezt alapul véve, és így fog bejönni a képbe a modern Java, csináltam egy saját feedback loopot azokkal a modern Java-s technológiákkal, amik úgy gondoltam, hogy mostanában azért így inkább közkincsen forognak, és ezekről szeretnék a továbbiakban beszélni. Az első ilyen a hotswap. Második azok a konténerek, ugye, ezek most már azért elég trendi témák. Harmadik a generátorok. Negyedik a folyamatos tesztelés. Ötödik az élő dokumentáció, és az utolsó, amiről fogok beszélni, ez a pipeline code. Ugyanúgy ki tudjátok szerintem találni a saját X technológiátokat, amit szeretnétek használni, de lényeg az, hogy tudjátok valahol elhelyezni azt ezen az ábrán, hogy körülbelül milyen gyorsan ad feedbacket, és milyen esetekben szeretnétek használni. Jó, mit tudunk elmondani hotswapről? Sajnos nagyon gyakran látom azt, hogy mindig, hogy bizonyos kollégák, ugye biztonsági játékosok, bármikor történik egy változtatás, mindig legyen clean install, legyen clean build, az a biztos, az a tuti, és utána végén megnézik az alkalmazást, hogy azt történik, amit szeretnénk. Igen, ám, és akkor megkérdezem tőlük, hogy na vajon ez miért vagy, nem lehet ezt egy kicsit máshogy csinálni. Ők azt mondják, hogy ez nem sok idő, 20-30 másodperc. Igen, ám csak az a baj, hogy ez a 20-30 másodperc elég arra, hogy valami mást elkezdjenek csinálni, ugye? És akkor egyébként van egy ilyen context switching, tehát megnyitom az inboxomat, utána visszamegyek fejleszteni, akkor elfelejtem, hogy mit csináltam. Pontosan ezért én úgy gondolom, hogy ennél sokkal hatékonyabb az, hogyha most már egyébként egy JVM-ben alapvetően elérhető hotswap-et használjuk erre a célra. Most már minden projektemnek, minden frameworkön egyébként, amivel nekem szerencsém volt használni, elég, hogyha egyszerűen csak rebuildem a projektem, ez a Ctrl+F9-vel, és automatikusan a változó klasszok kicserélődnek a futó alkalmazás alatt. Volt egy olyan projekt, ahol sajnos a backend által generált template-t használtuk, és ez a clean install soha nem végeztük volna. Tehát így változtatunk valamit a template-en, a kiírásnál, a CSS-en, az alkalmazásnál, nem tudtuk volna ezt megcsinálni clean install-al, nem tudtuk volna így kigenerálni úgy az egész alkalmazást. A legjobb ebben az, hogy maga a hotswap ráadásul nem, tehát hogyha így Ctrl+F9-et bírod a projektedet, nem fogja az összes class lekompálolni, hanem általában pont azt a layers-t csak rebuildelni, ami változott. Template Engine-nél például se majdnem ezt nem is vettünk észre, úgyhogy azt csináltuk, hogy bekapcsoltuk ezt az auto-build funkciót, az adott nekünk egy ilyen kis ajándékot, ezután már nem kell nyomogatni a Ctrl+F9-et, változtattunk valamit, closer, refresh, és látjuk a változást. Ami egyébként szerintem egy hatalmas előrelépés volt ahhoz képest, hogy clean install-al a projektünket. Tehát én azt javaslom, tényleg, hogyha találkoztok egy ilyen új framework-kel, esetleg, hogy meg szeretnétek tanulni, akkor érdemes először ezt a hotswap funkciót előkaparni, és egyből elindítani, és azzal kipróbálni ezeket a framework funkciókat. Jó, hogyan kapcsolódik ez a feedbackhez? Hát sajnos azt szokott történni ilyenkor, tipikusan, hogyha egy ilyen framework közeli változtatásról van szó, átmásoljuk ezt a framework megoldást, ugye, amit találunk például a Stack Overflow-nál, átmásoljuk a saját kódbázisunkba, működik. Van egy clean is találtam, hogy elment az egész nap, most már ne érjünk hozzá, akkor küldjük fel kódvideóra. Csak az a baj, hogy ilyen lassabb feedbackhez érkeztünk ez az egész kódvideót. Tehát azzal, hogy a hotswap-et használjuk, ugye, lehetőség van ilyen folyamatos optimalizációra. Ha minden a laptopunkon történik, nem a kollégám a kódra fogja megmondani, valamilyen stúdióban. Én azt javaslom, tényleg mivel ez egy körülbelül nulla időigényű befektetés, hogy ez legyen az első, amit megkeresünk azon a framework-en, amit használunk. És ami a legfontosabb az, hogy az írfolyamatunk során ne blokkoljuk ezt a hotswap-et. Ugye valami olyasmi konfigurációt használunk, aminek miatt szükség van erre, hogy újra telepítsük minket, akkor inkább ezt javítsuk ki. Mert annyit vesztünk ezen a produktivitással. És nagyjából mi, például ennél a projekten egész nap használtuk a hotswap-et, be volt kapcsolva, és felejtettük, ilyen stabilan működött, úgyhogy nektek is valószínűleg mindig képesnek kell lennetek egyszerűen folyamatosan futtatni az alkalmazást, és nem kibírdelni. Oké. Mit mondhatunk a konténerekről? Én úgy gondolom, hogy amit a konténerek elsőként adtak nekünk, az az, hogy most már hálózati konfiguráció nélkül, akár a kábel kihúzva, lehetőségem kell, hogy legyen arra, hogy az alkalmazásomnak legalább ezt az ilyen alapvető biznisz folyát meg tudjam futtatni. Tehát fejlesztés során szerintem, meg produktivitás szempontból, amikor először találkozunk a konténerrel, az akkor történik, amikor szeretnék lokálsítani az alkalmazásunkat, és kell egy adatbázis kapcsolatban. Úgyhogy ezt meg kell tudnunk már tenni, mindenféle QA, connection, stb. Firewall és nélkül. Úgyhogy nagyjából a konténereknek az elsődleges szerepe, hogyha a produktivitást és zavarjást nézzük, tényleg az, hogy bármilyen egzotikus protokollal találkozunk, akkor is képesek kell, hogy legyünk futtatni az alkalmazásunkban. Egy egész érdekes példa volt ez a Single Sign-On mechanizmus, amit itt láthattok a bal felső sarokban. Ez a SAML tudató protokoll eléggé problematikus, és projekttel használtuk, ráadásul mindenféle user certificate-et használt azonosításra, és a legrosszabb az volt, hogy ragaszkodtak hozzá, hogy ne használjuk a sajátunkat, mert a production-ben levő biztos, hogy nagyon stabil lesz. Igen, nem csak amikor a QA kollégák elkezdtük az egészet tesztelni, de megint csak az volt, hogy a main business volt végig kell, hogy vigye. Volt mondjuk egy ilyen jóváhagyási folyamat, azt ki kellett jelentkezni, meg kellett változtatni az ő szerepköreit, roljait újra bejelentkezni. Ez megint elment az egész délután, úgyhogy amikor fél napra leállt, felhoztuk a sajátunkat konténerként, tudtuk használni jelszavakat, és bármikor bármennyi felhasználót fel tudott venni. Szóval így ez a, neki ez az ilyen, nem is tudom, félnapos munkája, ez nem csak hogy lezsükken, de automatizálható lett egy idő után, mivel hogy magának, ennek a mokkolt konténernek is volt egy API, amit felvettünk bármilyen felhasználót. Jó? És rengetegszer láttam ezt a problémát. Tehát valaki esetleg akar egy saját új alertet bevezetni, akkor ezt itt majd meg kell oldani azt, hogy pont azon a megosztott környezeten felkonfigurálja, és senki más ne zavarjon. Meg kell, hogy tudja ezt tenni lokálisan. Ugyanilyen például a continuous integration. Tehát, hogy ahhoz ne kelljen legyen egy szerver valahol, hogy fusson, hogy változtassak a saját build folyamatot. És kipróbálni, hogy ott hogy fog működni. Jó, hogyan jutunk el innen egy gyakorlati példával, megint csak mondjuk így ahhoz, hogy esetleg lokálisan milyen technológiákat tudunk használni. Az egyik általános vita az, főleg azoknál a projekteknél, ahol most már Kubernetes próbálunk használni, ami most már ezért eléggé populáris konténer orkesztrátor kell lenni, az, hogy mit használják lokálisan. Docker, Compose, vagy minikube. Minek megírni ugyanezeket a deployment descriptorokat, úgy kétszer, használják mindig ugyanazt. A probléma csak ezzel az általában, hogy ezek az ilyen deployment leírók, ilyen élő dokumentációjának, hogy milyen függőségek vannak. Tehát, hogyha összehasonlítjuk mondjuk a baloldalit, a jobb oldalit, akkor úgy gondolom a baloldali jó, olvasható. Tehát tudom azt, hogy az alkalmazásom az nagyjából két Redis instance-on dependál, akkor ezt van egy ilyen master, meg egy slave, meg valami relációs adatbázis használ. A jobb oldali, mert nem tudnám megkeresni egyértelműen. Tehát ebben egy jamló tengerekben elveszik az összes függőség. És hogyha mondjuk koncentrálom megint csak arra, hogy milyen gyorsan kapunk feedbacket. Általában, mondjuk ilyen komponens deployment, ez sokkal gyorsabb szokott lenni, sokkal a kontrollától, lebontok mindent, újraépítek, még mondjuk így egy minikube-ban nem olyan könnyen konfigurálható újra egy ilyen konténer, egy ilyen már komplexebb deployment. Úgyhogy az, hogy megint csak arra gondolom, hogy milyen gyorsan kapunk feedbacket, és hogy lehet szedni produktívek lenni, hogy lehet a bagerisak, kapunk egy ilyen megoldást ezekre az ilyen technológiai döntésekre. Vannak olyan emberek, akik mégsem tudnak erről elszakadni. Szerencsére nekik is van lehetőségük hotspot-elni. Az alábbi két Google projekt segítségével például tudunk hotspot-elni most már konténereket Kubernetes-be is. Sokkal egyszerűbb, mint hogy manuálisan például megpróbálnak ezt megtenni. Az, hogy Jibet használjuk, ami egy ilyen open source Google konténer megoldás, elég egy dependency-be tenni a kódunkba, és az automatikusan optimalizált Java-s Docker image-et fog építeni nekünk. Ki az, aki már megpróbált Java-s saját Docker image-et építeni a teremben? Nem. Egyszer próbálta ki, hatalmas szenvedés. Tehát nincs egyértelmű megoldás, az internet sem ért egyet abban, hogy ezt hogyan kéne rendesen csinálni, egy dependency, és utána kapunk egy optimalizált megoldást. Hát nem nagyszerű. Na, de hát az egészet mi utána hotswap-elnek tudjuk. Tehát, hogyha a scaffoldot használjuk, az elején ez a három parancs készíteni fog nekünk egy ilyen YAML fájlt a jobb oldalon. Nem fogjuk elkerülni azt, hogy ezeket a nagyon bonyolult ilyen függőségi, deployment, mindenféle további YAML fájlokat sajnos létrehozunk, de legalább, hogyha csinálok egy új jar csomagot az alkalmazásomból, akkor megcsináljuk valamit a háttérben. És megint csak ugye képben jön ez a context switching, tehát nem kell kontextust váltanom, terminál, deploy, megvárnom, oké, hanem egyszerűen csak a végeredményt kell megnéznem, hogy megtörténik. Jó, tehát hogyha arra gondolunk, hogy hogy kapcsolódik az agilitáshoz, én azt mondom például, hogy az egyszerűsítés az egy sarkalatos pont. A függőségeink, a leírásaink egyszerű módon, nem kell többé architektúrájú dokumentáció, elég Compose file, azért az mégiscsak vezet a produktivitáshoz. Ha mindent lokálisan tényleg el tudunk érni, és az alkalmazásainkat end-to-end tudjuk futtatni, akkor megint csak lehetőség van például egy ilyen kisebb iterációra. Tehát most már nem kell akkor olyan QA környezetet, hogy leblokkolnia valakinek, most már én használom, a másik csapat nem használja, nem kell tudni kommunikálni. Hanem egyszerűen akár mondjuk egy függőségenek ki is kell tudjam cserélni, egy másik implementációra. Jól, én azt mondom, hogy próbáljuk például a leggyorsabb orchestrator-t használni. Most már azért a Docker az nagyon-nagyon kezd el elterjedni, valószínűleg mindenki így fog először találkozni, saját függőségeit szeretné nyomítani lokálisan. Úgyhogy ez kérdéses, használjuk szerintem a leggyorsabban. Még mindig vannak sajnos olyan helyek, de virtualizált környezetek, ahol nincs lehetőség konténereket használni, így tudunk használni ilyen embedded dependenciákat. Embedded Mongo, embedded, azt hiszem MariaDB van, embedded Cassandra, bármit. Ugyanezt el kell tudjuk érni egy Java kódból is, de nincs semmi baj. Ugyanezt a námizmust próbáljuk ilyenkor alkalmazni. Ne próbáljunk meg tudni az orchestrátoroktól. Tehát vannak mindenféle nagyon-nagyon trendi funkcionalitások, de hogyha bármilyen módon az alkalmazásunkat próbáljuk megérni, vagy elérni, akkor később valamit szeretnénk elérni. De ugyanúgy transzparensnek kell lennie, például mint az aktuális log implementációknak, az aktuális adatbázis implementációknak. Nem hiába van ez az abstrakciós réteg kettő között. Ne felejtsük el, hogy a függőségek például a remek például élő dokumentációra. Sokkal inkább használjuk a Compose file, mint mondjuk egy architektúrai diagramot, amit biztosan fog hátítani később. És ami nagyon fontos, ha konténereket használjunk, kell, hogy tudjuk koncentrálni. Ez nem annyira triviális, mint a neve. Oké, tehát mit mondhatunk a generátorokról? Az elsődleges szempont, amikor generátorokról beszélünk, kódnak az olvasása. Megint csak a Clean Code szerzője, Bob Martin mondta azt, hogy a kód olvasása és írása közötti arány nagyjából 10 az 1-hez. Most így én úgy gondolom, hogy nem biztos, hogy ez reális, nem biztos, hogy ezzel érdemes vitatkozni, de mégis mi arra törekszünk, hogy az összes járás alkalmazás, és itt alkalmazásokról beszéljek, ott nagyjából maga, ami kódot írunk, az csak a dominit próbálni reprezentálni. Minden másra, minden más ilyen trükkös plugin kódra, akárminek az integrálására, vagy valami framework funkció, library, vagy pedig generátor kell használni legyen. Mert így ugye kevesebb kognitív erőforrást fogunk elégetni. Itt jön képbe például az egyszerűsítés. A kódom csak a domént írja le, csak azt az aktuális problémát, amit megpróbálok megoldani, akkor kevesebbet kell foglalkoznom mindenféle apró cseppő dolgoknak az elolvasásával, járva mindenféle konfigurációnak az átnézésével, hogy elég gyakran nem is a kibárási lehetőséget ad. Jó, úgyhogy ezekről a generátorokról szeretnék beszélni, ezek azok, amiket a leggyakrabban használunk. A Lombok szerintem azért sok mindenkinek ismerős lehet, ugye? Szuper. A MapStruct, nem tudom, hogy mennyire, nem baj. A JHipster és a Spring Initializer, ami már egyébként nagyon gyakran így látom más projekteken is, az arra valahogy egész ilyen projekt shell generálni. tehát az alábbi domain, amit láttok, nagyon egyszerű, Lombokot használnak arra, hogy ezt a show getter settertől megszabaduljak. Egyből, amit én látok, az, hogy van egy person domain objektumunk, ami áll egy vezeték és egy keresztnévből. És valószínűleg, ezt az alsó másik osztályban látom, ezt kipublikálom másik klienseknek, de ez most már egy ilyen legész interfész, tehát valószínűleg nem ezt szeretném a továbbiban használni, így csak egy ilyen teljes név van. Tehát azért nagyon sokat megtudunk erről a doménről, azt, hogy kik kommunikálnak velük milyen módon, és a legjobb az, hogy nem kell a sok getter-setterrel foglalkozni, és egyébként megint nagyon jó az, hogy ez nem kerül be a code review-ba, nem kell végigszcrolloznom az egész objektumon, és azt mondom, hogy jó, de mi a lényeg, hanem egyből tudok hozzá foglalkozni, hogy biztos, hogy kell még az elegészi person DTO, vagy nem. Nem fogom egyszerűen átgörgetni. Tehát egy kis változás mégiscsak, ezért drasztikus egyszerűsítés. Magát a MapStructot, ami arra tudjátok használni, hogy léjerek között ezeket az ilyen mappereket kigeneráljátok. Ez egy kicsit túlvezérelt módja amúgy annak, ahogy használjuk, tehát azért már között látszanak a limitációi. Ugye ezt a full name-et szeretném úgy megkonstruálni, hogy az előbbi personnek a vezeték és a keresztnevét összekompletenálom. Azért annotációban nem írnék el. De ott, ahol ők nem szeretnénk lérek között megosztani osztályokat, és ahol emiatt egy csomó ilyen mappert kéne írnom, vagy buildert, vagy akárhogy nevezzük, azért ezt így Java-ban most már nem nagyon írnom meg, inkább generálnám. Erre jó MapStruct. Jó, a Spring Initializer látom, hogy ismeritek, ugye ez arra való, hogy Spring projektet indítsunk el, egyszerűen csak beírjuk azt, hogy most német szeretnék, aztán Redőt, Java hanyast, és aztán kapunk egy ilyen shell-t, kapunk hozzá egy csomó library-t, ahol keresgélhetünk is, stb. De nagyon gyorsan el tudunk egy ilyen projektet. A JHipster ennek a tovább gondolt változata, itt arra van lehetőség, hogy egy command line tool segítségével az összes ilyen technológiát, amit ott láttuk az ábrán, ezt össze tudjuk integrálni. És egyébként van egy csomó minden, ami nem fog fel az ábrára, vagy erre a slide-ra. Tehát az benne a jó, hogy ez egész nagyon interaktív, kapunk egy ilyen terminált, amiben egyszerűen csak kiválasztjuk azt, hogy hát milyen technológiai döntéseink voltak, mit szeretnénk használni, MongoDB-t, relációs adatbázis, szeretnénk a cache-elést, valamikor olyasmit is kérdezem, amit nem gondoltunk végig, például, hogy szeretnénk-e Kafkát használni, vagy nem. Jó kérdés, ezt meg kell vitassuk. És egyébként az a jó benne, hogy ez tényleg megtörtént egy valami projekten, körülbelül 10-valahány emberrel dolgoztam együtt, és arra vártunk, hogy akkor kezdődjön már az egész. Nagyjából itt tapogatóztunk, ismertünk a domént, hogy mit kell csinálni. De nagyon sokat nem tudtunk róla. És a legnagyobb probléma az volt, hogy volt egy ilyen discovery fázis, amikor nagyjából megbeszéltük, hogy mit szeretnénk csinálni az elmúlt 2-3 hétben, de nem volt egy sormi kódus sem. És egyszerűen volt egy ilyen csomó whiteboardon technikai döntésünk, és csináltunk egy meetinget, fogtuk a JHipster-t, generáltunk egy ilyen a jobbasra kódot, és aztán ezt felfogsoltuk a repozitoriba, délután mindenki tudott dolgozni. Tehát az egy ilyen hatalmas fegyvertény, főleg akkor, amikor semmi nincs. Mindig jönnek ilyenkor a problémák, ugye, hogy jó, de azt hogy tudjuk ezt beletenni a continuous integrationbe? Jó, de az adatbázis migrációt hogy fogjuk megcsinálni? Itt lehetőségünk van Compose file generálni, continuous integration, continuous delivery, pipeline generálni. Tehát például a prototipizálásra lennek alkalmas. És egyébként, hogyha valaki szertezik a domain-leíró nyelveket, van neki egy saját ilyen pseudonyelvre, ezeket az asszociációkat leírhatjuk benne, és generál hozzá még pluszban mindenféle cloud-műveleteket. Tehát ez neki nagyon sokat segített. Ugye itt megint csak hogy találkozhatunk az agilitással. Gondoljunk bele abba például, hogy vannak ezek a kis kísérletek, ugye lokálisan megcsinálunk egy élőt talált, kipróbáljuk, hogy egy BB-t működik, nem működik. Szeretnénk kipróbálni az új, a Prometheus volt most, amit szerettük volna kipróbálni. Generáltam egy JHipster projektet, és egyszer csak feljött egy opcióként, hogy oké, milyen monitoring legyen Prometheus. Csinált hozzá egy Compose file-t, és lehet, hogy működött Prometheuson, és működött egy másik alkalmazás. Kevés idő, erőt, befektetés kellett hozzá, megmondom őszintén, csak egyszerűen nyomogattam egy pár gombot. Szóval próbáljunk meg kevesebbet olvasni, és többet írni generátorokkal. Tehát És úgy gondoljuk, hogy nem a doménünkkel foglalkozunk, használjuk inkább generátorokat, és minden egyes ilyen sort vagy üres helyet próbáljuk megspórolni annak, hogy csak a doménünket tudjuk levenni. Törekedjünk arra, hogy az alkalmazásunk lehetőleg, ha nem is az első naptól, meg az első iterációtól futtatható legyen. Akkor generáljuk ki egy ilyen shell, és induljunk rá az alapján. Nem annyira szégyen, ez nem annyira probléma, ez nincs, hogy mindig a második, harmadik héten a tippelhesszikkel szenvedünk. Nagyon fontos az, hogy van egy ilyen probléma, ami előjön, hogy nagyon sokan beragadnak ebbe az ilyen újragenerálási fázisba. Tehát a gond az, hogy ezek a generátorok képesek egy hatalmas változás mennyiséget generálni. Miásra nagyon ijesztő lehet. Nem tudjuk, hogy mi változott. Hiába van git, most egy ilyen több ezer soros change-et, ezért még küldhetünk fel pull request-re, mert megölöm a kollégák. Tehát elkezdtem, akkor el kell tudni dobni, és aztán utána semmi baj nincs ezzel. Vagy hogy újra generálunk mindent, egyszerűen csak el kell kezdeni máshol elindulni. Jó. Continuous testing. Nél, ami eszembe jut először mindig, az ez az ára, kérdek, hogy ezt ismeri. Oké. Tehát ez a tesztpiramis, nagyjából felfelé haladunk, a tesztek futtatás ideje nő, a maintenance-ségnek költsége csökken, ahogy lefelé haladunk, megint a futtatási idő az csökken, tehát gyorsabbak, jobban maintenance-ebbek, úgyhogy ad egy ilyen mennyiséget, hogy még kéne írnunk. Most ez a realitás az általában nem szólt lenni. Ennek az ok, hogy mindig van két ilyen különböző gondolkodású ember, a fejlesztők és a kívások. És akkor feljön, hogy egyébként szétosztják a tesztpiramisot egymás között, de ilyen tényleg felső, legyen az alsó, és tök jól találkozunk a projekt végén. A gond mindig akkor van, amikor elkezdünk együtt dolgozni. Tehát mondjuk, mit tudom én, szeretném a QA-soktól elkérni az end-to-end teszteket, mert szükségünk lenne rá, hogy kitaláljuk majd bugot, vagy megoldjuk majd bugot. És mindig ilyenkor az van, hogy egyszerűen nem olyan egyértelmű ez, hogy minek az neked, mindig az első kérdés, minek az neked. Hát, és aztán a második meg az, hogy hát ez licences, és hogy kellene rá egy csomó approval, meg csak két userrel működik, stb. Tehát a harmadik egyébként a legnagyobb probléma az, hogy a generál. Tehát, hogyha valami point-and-click rendszer van az egész generálva, akkor megírják a fejlesztők, és egyszerűen megijednek attól a kódminőségtől, ami ott van. Jó, tehát nagyon sok intuitív eszköz van arra, hogy ilyen mindenféle high-level teszteket írjunk. A probléma csak az lesz, hogy nagyon heterogének. Tehát például Gatling, a kedvencem, igen, szerintem ott van, hogy Scala-ban kell performance tesztet írni, és akkor mindez egy darabig elgondolkodnak a QS-t. Hogy is fogjuk ezt így megcsinálni, meg ezt véghez vinni. És nagyon jó, mert van ez a Torres nevezetű projekt, ami egy ilyen absztrakciós layer van az összes közé. És a egyik kollégámnak volt egy ilyen, szerintem tök jó, mégis nagyon. Tehát bármilyen egyszerű, de mégis frappás ötlete, miért nem használni Jane-t mindenre, úgyis ismeri mindenre. Hát minek neki egy másik framework, meg egy másik ilyen minek szkálázni megtanulni, vagy Ruby-ban írni valamit, vagy JavaScript-ben, amikor ott a Java mindenki azt használja, hanem tudja mindenki időzni a kódot. Úgyhogy ezt próbáltam ki. Egyszerűen csináltam egy end-to-end tesztet Java-ban. Egyszerűen restrictive-et hívok meg. Kellett hozzá egy YAML file. Ennyi az egész, tehát így nagyjából azt írja le, hogy hol található az a JWT folder, milyen tesztek fussanak fel, és egyébként ott van egy ilyen pass-fail criteria, ami megmondja azt, hogy milyen minőségi követelményeket szeretnénk. Tehát például, hogyha mondjuk ilyen hiba százalék, nem 50%, akkor félrejön a tesztem. Hogy hány millisekundum legyen a 99%-a a válaszidőknek, stb. Tehát az egyben J-nőt tudom arra használni, hogy end-to-end tesztek írja, és még a performance karakterisztikákra is tudok mindenféle kritériumot adni. Megint csak nagyon intuitív, az egy nagyon szép terminál. Nekem egyébként ez szép, valakinek lehet, hogy nem. De az jó benne, hogy az összes függőséget kitalálja, telepíti. Tehát egy nagyon olcsó investálásra tudom futtatni, ez bármilyen környezetben. Nem kell hozzá a licensz, mondjuk, nem kell az approval folyamat. Úgyhogy olyan ez megint a képbe, tehát kapunk egy ilyen egyszerűsítés rögtön. Kevés investment kell ahhoz, hogy ezeket a teszteket lefuttassam. Ezáltal egyébként folyamatosan fog tudni optimalizálni, egyszerűbb lesz majd a continuity delivery pipeline-omra ezt például, hogy continuous integration során ezt felhasználni. Úgyhogy én azt mondom, próbálj be ugyanezt a code review-t használni, ugyanezt a review process-t az összes tesztre. Hát ezt szerintem egyből meg fog akadni, úgyhogy ezt nagyon nehéz bevezetni, az biztos. Próbálj meg egy közös nyelvet használni, de mindenkinek sokkal egyszerűbb dolga lesz, és próbáljuk újra hasznosítani a tesztkézeinket. Tehát az egy end-to-end tesztet, ha már megírok, ne kelljen hozzáírni a performance tesztet is, amit ugyanazt fogja használni. Ugyanazokat az üzleti szabályokat kell majd leírnom még egyszer. Ez itt túl költségesen hangzik, és legyenek olcsók ezek a high-level tesztek, mert ugye. Oké. Élő dokumentáció. Bevallom őszintén, én nem nagyon szoktam foglalkozni olyan dokumentációval, ami biztos, hogy nem futtatható, nem validálható. Tehát nagyon sokszor van az például, markdownokat nagyon szeretik a kollégák, mindenféle readme-eik vannak, rengeteg mindenféle plusz információval, mindenféle futtatható kommandal, és általában az a baj, hogy a code review során eszébe jut valakinek, hogy hát a readme-t update-elni kéne, és akkor bejön egy komment, hogy update readme. És ez ilyen nagyon adhok jellegű, tehát vagy megtörténik, vagy nem történik meg. Általában ugye erodálódik, tehát amíg nem library-ket írunk, mi például nem szoktuk publikus Java dokokat se írni, architektúrai dokumentációban, megmondom őszintén, hogy akarom elkerülni, helyett több vagyok ilyen fotó a whiteboardról. Igen, ez így már kicsit lehet, hogy így durva, meg ilyenek, de nagyon sok ilyen problémától szerencsére megóv minket. A nagyon példa a Swagger, nem tudom, ki ismeri a Swagger. Szuper, szóval igen, tehát ott van az, hogy van egy API dokumentáció, futtatható és egyből ellenőrizhető, hogy tényleg az semmit kell, ad vissza valami example, egyből ugye látom azt megint csak, hogy mi lesz a válasz, hogy néz ki egy kérés. Oké, tehát amit a mi csapatunk használt, az egy kicsit ennél komplexebb példa. Az volt az adott problémák, hogy fent volt egy szerviz, ez nem Node.js szerviz volt, ez igaz, de hasonló volt ez a példához. És ezeknek a szervizeknek a különböző ilyen failure módjait szerettük volna leírni, tehát mi történik akkor, hogy az adatbázis nem elérhető. És megtalálható mondjuk ugyanaz az információ a cache-ben. Visszaadjuk az információt a cache-ből, vagy pedig akkor inkább azt mondjuk, hogy hát sajnos nem elérhető az adat. És az a baj, hogy ez a kimenő vonalatnak a mennyisége miatt egyre komplexebb lesz. Tehát van már egy ilyen read meg read-write cache-ünk, van egy read-only cache-ünk, és például invalidálni kéne mondjuk esetleg az írás során ezt a read-only cache-t, az elhassal, hogy ezek a use case-ek már azért nagyon komplexek tudnak lenni, úgyhogy beértük ezeket a failure módokat Cucumber segítségével. Ez alatt nekünk egy ilyen szöveges feature file, ami mindjárt következő slide-ra lesz a példa, és ezt két REST API-jal hajtjuk meg ezeket a tesztkézeket. Az alsó az egy ilyen programozható proxy, amivel mindenféle hibákat tudunk beprogramozni, tehát ezeket a narancsáros vonalokat tudjuk megmondani, hogy hogyan működjenek. Mondjuk a DB connection nem működjön. És ehhez volt egy ilyen feature file-ok, például az itteni, read-only mode without MySQL, és ebbe leírtuk azt, hogy ha MySQL az nem elérhető, akkor kikapcsolod a connection, akkor az adatot visszakapjuk a cache-ből. És igen, másodpercekre alatt lefutottuk ezeket ilyen failure mode szabályok, és elolvasható volt, utána nagyon egyszerű. Az egyből validálja magát, megmondja, hogy ha már nem így van, és ráadásul mégis egy ilyen fogyasztható módon kaptuk ezt meg, mint egy ilyen szekvencia diagram. Jó, tehát próbáljuk meg a tradicionális dokumentációt minimalizálni. Ne felejtsük el azt, hogy a BDD, ami lehetővé teszi nekik, hogy ilyen feature file-okat írjunk, nem csak end-to-end tesztelésre van. Ugyanúgy le tudjuk írni bele a domainünket, ugyanúgy ezeket a failure módokat, bármit. Hát, úgy gondolom, hogy ez csak egy ilyen másfajta interpretálása a teszt kézzeljük, egy olvasható módon. Próbáljunk meg, ha bármennyi időt rá akarunk szenni a dokumentációkra, próbáljuk bevonni, hogy megállt parancsolni, és legalább azt az időt, hogyha más nem, legalább magával a dizájnnal eltölteni. De kell, akkor inkább nevezzük át is meg moduljainkat, csomagjainkat, egyértelmű, legyen egyértelmű az osztály neve. Ahelyett, hogy még Java-ba leírnánk, hogy hát igen, körülbelül ezt csinálja az osztály, hogy vágjuk szét. Oké, tehát halljuk megint képbe az agilitás, ugye kapunk egy ilyen drasztikus egyszerűsítést ennek segítségével. És És elkezdtünk az utolsó szekcióhoz, a pipeline school. És az a helyzet, hogy nagyon sok continuous delivery szervernél sajnos manuálisan kell kézzelén point-and-click formában módosítanunk mindenféle build folyamatot, ami azért őrület, mert egyszerűen a kolléga idő után nem tudja, hogy honnan érkezett el abban az állapotban, ami épp van, és hol van az előző stabil állapot. Hát ezek hiába tartanak historyt, nem tudom összehasonlítani, hiába mentettem ezt a UI-t, utána nem tudok visszaállni egy egyszerű állapotra, nem reviewzható, megint csak. És ráadásul branch-enként nem tudok egy újabb pipeline definíciót használni. Ezt küszöböli ki a pipeline code, ami a legelterjedtebb, és amivel találkoztam, hogy ezek a Jenkins pipeline-ok, pipeline definition-ek, és nagyjából itt azért próbálom minimalizálni megint csak, nagyjából shell scripteket szoktunk leírni, meg lehet használni. Van egy példaprojekt, amúgy ez az előadáshoz, amiben egy-két ilyen példa van implementálva, szerintem, hogy mindjárt meg kell mutatni. Ahhoz van egy ilyen példapipeline, és egyébként a cél ezzel az volt, hogy megmutassa azt, hogy akár lokálisan a laptopon hogyan tudom az egész pipeline-t életre kelteni, a saját rendszeresen, és az egyik build-át. Ha eljutsz egy ilyen állapotba, akkor innentől kezdve ugye, bármelyik lokális branch, amit éppen dolgozom, tudok csinálni pipeline változtatást, és lokálisan ellenőrzöm is, hogy majd az utána működni fog egyáltalán, vagy nem. Úgyhogy ha majd utána a CI-szervet szépen megeszi, miután reviewztuk, akkor sokkal nagyobb valószínűséggel nem fog eltörni az a szerencsétlen master branch, amiből szeretnénk utána működni kitolni. Jó, tehát ez így néz ki, nem tudom mennyire látták mostanában ezt a UI-t, ez a Jenkinsnek ez az új dizájnja, nagyon mert tudunk csinálni benne mindenféle párhuzamos lépéseket. És hát én annyit mondanék, hogy ugye nyilván a maguk a pipeline-ok adnak engedjen folyamatos optimalizációt, folyamatosan ellenőrzik akár minden branch-en azt, hogy még az adott branch az még mindig stabil-e, működik-e. Ugye ezért van nekünk egy ilyen sokkal kisebb iteráció, hogy minden commitot, ha kell, el kell tudni vinni akár production-be. Csak abban gondolom bele. Úgyhogy azért mondom ezt, azért szeretem azt csinálni, hogy minden egyes, hogyha valaki feature branch-eket fejleszt, minden egyes feature branch-re a Python-on minden egyes úgymond ilyen, ami a master branch-en elérhető feature, azt elérhetővé kell tennem. Ez nehéznek tűnik elsősorban. Tehát hogy minden branch-re egy adatbázis létrehozni, ez egy kemény feladat. De minél több feature-t, ami elérhető a mainline-on vittünk a branch-ekre, annál jobb lett a csapatnak a produktivitása. Nem féltek a branch-üket akár deployolni, letörölni, újralétrehozni, tehát nagyon olcsó lett egy környezet. Próbálj meg a continuous delivery komplexitást csökkenteni, az, hogy minden, amit használnak, az nem portábilis. Akár egy laptopon újra generáltunk, újra kreáltunk. És legfontosabb az, hogy verziókövessük ezeket a pipeline-okat, már csak azért is, mert tudunk rájuk, mert kódjukat használni. Olyan sok mindent láttunk, egy záró gondolatként csak egy mondatot mondani kell. Tehát vannak ezek az ilyen alapelvek, vannak módszertanok, és vannak az eszközök. És én azt gondolom, hogy próbáljuk meg ezek között valamilyen egyensúlyt tartani. Ha valaki mindig csak újabb túlokat tanul meg, az nagyon hamar ki fog fáradni. Ugye, mert rengeteg jön meg, rengeteg fog belőle megjelenni, akár így hónapokra, fél évekre rá, stb. Míg mondjuk, hogyha valaki elsajátított egy alapvetést, például a continuous integration, az akár 30 év is elég rá. Tehát így egy olyan tudáshoz juthatunk, ami egyrészt megtámogatja a túloknak a használatát, másrészt meg tudunk egy hosszú távú befektetést tenni, hiszen az már sokáig tudjuk kamatoztatni, azt, amit megtanulunk. Köszönöm szépen, nem tudom, esetleg van-e időnk egy nagyon gyors elmúlra? Szerintem van. Jó, szuper. Igen, ez fog sokáig tartani. Tehát az, ami tartozik ezzel, de ez példaprojekt, van internet, ezzel az volt a cél, hogy ne csak úgy magyarázza dolgokra, hanem be is mutassa, hogy hogyan kell működnie. Tehát, hogyha letöltitek, tartozik hozzá egy Compose file, amivel, ha amit elindítok, akkor lesz egy ilyen kontinuitás környezetetek. És hogyha felkonfiguráljátok erre a projektre, akkor lefutatja a bizonyos fázisait ugye ezeknek a példákra. Ugye látjuk azt, hogy itt egyből van egy ilyen portábilis környezet, nem kell hozzá semmit telepíteni, minden telepít automatikusan. Tehát erre van itt egy end-to-end fázis, ugye? Itt futtatom ezeket a torroszos testeket, és egyébként ezeket le is, tehát mindenféle függőséget le is tölt. De egyből tudok egy olyan acceptance és performance tesztet futtatni, amihez semmilyen állami telepítés nem szükséges. Ha megnézitek magát a pipeline-t, akkor látható, úgy, az egész nem hosszú, nem hosszú. Az egész nem olyan hosszú. Igen, de például itt csak shell scriptek vannak szinte benne, és egyébként minden egyes ilyen fázis, ráadásul mindig Docker konténerben történik. Nem tudom, mennyire látható. Egy kicsit betadjuk majd, akkor talán ez így. Jó, tehát van egy ilyen preparációs fázis, ekkor például használni egy saját konténert arra, hogy ezeket rendtelen teszteket felépítsen el, nincs szükségem erre. Tehát nincs szükségem hozzá semmilyen speciális környezetre. Jobb konténert használok, amiben Java és Python is van. Jó, tehát ugye ezt szeretnétek szerintem megkérdezni, mert erről a projektről kérdezni, vagy esetleg másról ezzel kapcsolatban, akkor indulom előadás után. Nyugodtan keressetek meg. Ha esetleg utána valami felvetődik bennetek, akkor vagy LinkedIn, vagy kinek még. Szálljon meg? Igen. De PowerPoint-ban van fenn, sajnos. Amúgy egyébként felmett itt is. Tehát GitHub-on is megtaláltuk a projektet. Akkor itt is fenn van. Jó. Úgyhogy köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Szerintem azt tudjuk csinálni, most akkor tartanánk egy rövid szünetet. Még mielőtt tartunk, azelőtt kérdéseket, hogyha Oresztészhez van most kérdésetek, amit itt feltennétek, akkor az bátran, és akkor maximum még a szünetbe belecsúszva tudjuk folytatni ezt a kérdezfeleleket. Nincsen kommentárod, hogy... Ja, nincsen kérdez meg. Mikor nem ajánlod az aktivist? Ez azért probléma, mert ha azt nem használod, akkor mit mondaná egy példát, hogy mit használ helyette? Vagy mivel szemben szeretnénk összehasonlítani? Waterfall. Igen. Na, szóval ez mindig azt elszoktam, hogy ez a probléma waterfall projekteket nem csináltam. Tehát így nem tudom milyen ez. Nem tudom azt mondani, hogy ez rossz, de vannak olyan módszerek például, amiket így nem próbálnék ki. Tehát valaki azt mondja, hogy mondjuk end-to-end teszteljünk, mindig csak akkor, amikor deployolni fogunk, ami mondjuk legyen 3-szor egy év alatt. Mondjuk legyen egy ilyen QA, ott márciusban, legyen egy ilyen integráció, mondjuk szeptemberben, és a végén decemberben pedig hajrá azt legyenek az ügyfelek. Ugye, hát ezt nem csinálom. De hogy most jó válasz volt, vagy nem, azt nem tudom. Ezt mikor ajánlám, hogy ezt csináljuk például, hogy így 3-szor tesztelni? Hogy ez a rész, amit a Gilisben senki nem mond. Vannak olyan szervezetek, ahol ezt nem tudod megcsinálni. Tehát vannak olyan szervezetek, ahol, mint mondnak például, van egy külön QA team, és csak ők deployolhatnak, és csak nekik kell átadni a kódot, és ők azt mondják, hogy igen, úgy vagy márciusban nektek tudunk szorítani egy hónapot, akkor leteszteljük, hogy mi van, aztán szeptemberben, decemberben. És akkor azt mondod, hogy jó, hát akkor lesz egy workaround, és akkor már nem hívhatod a Gilisnek. Az a baj, hogy valamikor, tehát az ember hozzászokott valamihez, valamilyen módszerhez, arra nagyon nehéz leszokni, de én úgy gondolom, hogy megoldható. Tehát mindig az adott szituációt kell, hogy mérlegeljük. Vannak olyan projektek, ahol nem tudsz Terzüben Developmentben fejleszteni. Például. Én például találkoztam ilyennel, amit videót konvertáltunk. Nem volt TDD, mert most vagy megjelent az a videó, vagy nem. És így ennyi. Tehát akkor más módszerek voltak erre sajnos. De nagyjából én azt gondolom, hogy az agilis gondolkodást akkor is tudod arra használni, hogy optimalizáld a saját folyamatodat. Tehát így azt mondod, hogy nincs TDD, oké. De valahogy el kell jutnod odáig például, hogy hamarabb feedbacket kapja arra, hogy működik ez a videó, vagy nem. Akkor is azért nagyon lassú egy iteráció, de a második már nem lehet olyan lassú, muszáj valami gyorsítani rajta. Azt, hogy ezt akkor vagy csináltuk, sok prototípust építettünk és kimokkoltunk bizonyos fázisokat. Nem tudom, szeretném még többet megtudni róla, vagy elijesztettelek? Tehát az, hogy Androidba konvertáltunk, ilyenkor például lekonvertáltuk a videót még Linuxon, amit tudtam, hogy jó, és azt küldtem el a szervernek, és akkor legalább tudtam például, hogy a kommunikációs protokoll jó vagy nem. És akkor költséges volt egy teszt. Tehát agilisra szemben például a pragmatikusság, amit így segít. Valakinek még esetleg kérdése? Nézzük ide hátra is. Köszönöm még egyszer. Köszönjük szépen Oresztészt. Ha van valakinek még esetleg közvetlen bekérdése Oresztészhez, akkor a szünet alatt fel tudjátok tenni, és akkor most tartunk egy 8 percet, úgyhogy 19-20-kor folytatjuk.